Ebben az esztendőben is ünneppel köszöntötte Szent Márton napját a Fehérvári Polgárok Egyesülete. A találkozón Lerner Zsolt alpolgármester köszöntőjében üdvözölte az Egyesület hagyományőrző tevékenységét. A Fehérvári Polgárok Egyesületének a rendezvényeire tényleg hazajárok. Egyrészt egy nagyon összetartozó közösség, másik pedig, ami nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy a magányosodó, az elmagányosodó világunkban, és ez nem közhelyük, tényleg közösséget teremtenek. Jó látni, hogy évről évre mindig többen vannak az ő rendezvényeiken. Palkovics Lajos a Fehérvári Polgárok Egyesületének elnöki köszöntőjét követően a tradícióknak megfelelően a Felsővárosi Általános Iskola diákjai idézték meg műsorukkal a Szent Életű Márton mindennapjait. Minden évben egy nagy eseményünk ez az egy, a többek között ez is, és hát nagyon örülünk, ha sokan vannak, és nagyon örülünk annak, hogy esik az eső pedig, és itt van sok ember, és kíváncsi rá, és a műsort pedig a gyerekek nagyon nagy szeretettel adják elő. A hangulatos találkozón a város polgárainak apraja nagyja ismerhette meg Tornyai Gábor öreghegyi plébános visszatekintésében Szent Márton életének egyházi vonatkozásait. Tornyai atya szót ejtett Szent Márton tudatos életéről, a hagyomány és a szokás közti különbségekről és összefonódásokról. Egy olyan embernek a mintája, aki komolyan vette azt, aki, és azt gondolom, hogy ha valami, ami most így átörökíthető lehet, akár a saját korunkra nézve is az ő alakjából, keresztény emberként az az értékrend, amit maga megélt és maga számára fontos volt, és az a ragaszkodás azokhoz az értékekhez, amiket ő fontosnak tartott. Ha szeretnétek, a hangulatos találkozón a város polgárainak apraja nagyja természetesen idén is megkóstolhatta az ünnepi ludaskását, hiszen régről tudjuk, hogy aki Márton napján ludaskását nem eszik, az egész évben éhezik.